egy jókora lépéssel került közelebb a nem adom fel alapítvány nagy álmának megvalósításához. Ahhoz, hogy több száz millió forint adományt összegyűjtve felépíthesse az őrmezei Mikes Kelemen utcában a Mikes Lélek központot. Ezt jelentették be a fogyatékkal élőket foglalkoztató nem adom fel kávézóban. A közösségi otthonba 12 sérült ember költözhetne be, ahol állandó ápolói támogatás mellett önállóan barátok között élhetnének. A projekt sokáig nagyon lassan haladt előre, de aztán a Facebook október 4-i leállása csodát hozott. Kicsit olyan, mint egy ilyen népmesei történet az egész. Tényleg eljutottunk oda, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy nekünk béterv kell, mert hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, hogy egyszerűen az építőanyag árak, ahogy emelkednek, hogy az egész ilyen, az ilyen nagyon nagy falatnak tűnt. És amikor október 4-én a Facebook leállt, akkor egy rólunk szóló cikk kimerevedett a, a, az internetnek a felületén, és ez egy olyan tehát egy olyan sorozatot indított be, hogy bennünket kezdtek el keresni. Az, hogy egy tervező keresett meg bennünket, az, az nagyon sokat jelentett. Az első tervezői felajánlás után elindult a lavina. Egy neves építőipari menedzser, a Wienerberger, a Rockwool és számos építőiparhoz kötődő cég ajánlotta felszolgálatait és termékeit, de az összes szakági tervezésre is jelentkeztek cégek, szakemberek január vége, február elején szeretnénk, vagy február folyamán beadni az engedélyezési tervet. Jönnek a kiviteli tervek, de arra is szól a felajánlás, tehát annak az elkészítésére is. És hát ha, ha minden úgy alakulna, ahogy mi szeretnénk, akkor ebben az évnek a közepén valamikor nyáron elindulhatna az építkezés is. Ez nyilván nagyon sok, nagyon sok támogató kell még. A közösségi otthonra már most hatalmas az igény. A 22 éves értelmi sérült Zsóka is, mint minden fiatal, szeretne függetlenedni szüleitől, már amennyire ez lehetséges. Szeretnék beköltözni, hiszen, hiszen, én fontosnak tartom az, hogy, hogy muszáj néha önállóan, önállónak lenni, egy kicsit muszáj, muszáj az embernek elgondolkozni azon, hogy, hogy mit szeretne önállóan. Például én önállóan szeretnék főzni a barátaimnak, hiszen én nagyon értek a ételkezés, is, hogy tudom, hogy mennyiből mi kell, úgyhogy én ezeket mind tudom, mert akkor együtt tudnék lenni a barátaim, aztán néha hétvégenként, hétvégenként elmennék a szüleimhez látogatóba. A házat háromszintesre tervezték, alul laknának a sérült bérlők, a második emeleten pedig az alapítvány léleköntő programjának autista fejlesztő központja kapna helyet. A harmadikon családi szobákat alakítanának ki a vidékről gyermekeiket idejárató szülők számára. A házépítő projektet eredetileg 300 millió forintosra tervezték, de az aktuális tervek szerint jóval magasabb lesz az építkezés költsége. 300 millió már nagyon kevés, én inkább 600-800 millióra satszolnám ennek a projektnek a megvalósítási költségeit. És már nem a nullán állunk, el kell, hogy mondjam, hiszen az, hogy egy tervezőcsapat összeállt, ez azt jelenti, hogy elindult ez a, a folyamat. Bár a házépítés drága mulatság, a szakemberek szerint fel lehet építeni adományokból a központot, így 2022. nyarán el is indulhat az építkezés.